Az ülés központi témája Újvidékváros folyóévi költségvetésének megvalósítása volt. Habár a számadatok közel 4 milliárdos többletet mutatnak, az ellenzéki kritika szerint ezek még a 2018-as évből származnak, és valójában veszteséges év van a város mögött. 2019-ben, iako se hvale zapravo da su kao planirali da imaju suficit i rezervu novca, nemamo suficit nego deficit. Ako se ovako nastavi sa deficitom, vrlo brzo ćemo imati i ukupni deficit u gradu, što je ipak neki pokazatelj smanjenja privredne aktivnosti i jednostavno trošenja više novca nego što ulazi u budžet grada. Mint az ülésen és az azt megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, Újvidék 2019-es költségvetése 30 milliárd 265 millió dinárt tett ki, aminek fele adókból származott. A beszámolók alapján nőtt a foglalkoztatottság és az átlagfizetés is. Podsećam da je u Novom Sadu od 2012. godine do danas realizovano preko 370 miliona eura domaćih i stranih investicija, što je doprinjelo kontinuiranoj padu stope nezaposlenosti, koja je sada u rekordnom iznosu u našem gradu ispod 6%. Nije se odustalo ni od jednog vida socijalnih davanja, također nije se odustalo ni od davanja u izdvajanja za kulturu, obrazovanje i zdravstvo. A napirendi pontok között szerepelt több újvidéki közvállalat új igazgatójának kinevezése is.